A járvány sok tekintetben szervezte át a mentők mindennapjait is. A riasztásuk számán is nagyban érezhetővé vált a veszélyhelyzet és a korlátozások kihirdetése, mondta Tóth Balázs mentőállomás vezető. Kezdetben, tehát a hónap első hónapjaiban azt tapasztaltuk, hogy a feladatszámaink hasonlóképpen alakultak az elmúlt évihez viszonyítva. Március hónap is ezek közé sorolandó még, ugyanakkor áprilistól már az alapfeladatok száma, tehát a balesetek száma, belgyógyászati rosszulétek száma jelentősen csökkent. És ezt el lehet mondani országos szinten is, tehát ugyanezt a feladatszámcsökkenést tapasztaltuk. Tóth Balázs arról is beszélt, bárhová is vonultak, számolniuk kellett a koronavírus fertőzés veszélyével is. Természetesen folyamatosan betartották a szigorú szabályokat, a védőeszközök használatát. Ennek is köszönhető, hogy a ceglédi állomás dolgozói közül senki sem fertőződött meg, és még gyanú miatt karanténba sem került senki. Országosan a mentőszolgálat több mint 15 ezer fertőzés gyanús eset ellátásában és több mint 40 ezer szűrővizsgálat lebonyolításában vett részt. Ebből is kivették a részüket a ceglédi mentők is. Az elmúlt időszakban 30%-kal csökkent a közúti balesetek száma. Erről pedig Nagy Péter tűzoltó alezredes beszélt stúdiónkban. Feladat azért volt, és várhatóan újra egyre több lesz. Már érezhető a forgalom növekedés, már jelentősen megnövekedett a közúti közlekedés dinamikája, és hát nyilvánvalóan az elkövetkező hetekben ez még nagyobb, még jelentősebb lesz. Idegenforgalmi szezon utólag egy kicsit megkésve, de be fog indulni, ezáltal be fog indulni a személy, illetve teherszállítás az utakon, tehát ez visszaáll a régi rend valószínűleg. Hát bízunk benne, hogy azért nem lesz nagyon nagy drasztikus változás a balesetek tekintetében. Az elmúlt hetek kiemelt eseményeiről, eseteiről szóló beszélgetés teljes terjedelmében mai Háttérmagazinunkban láthatják.